néz ki a palántának a gyökere, ez pedig felül, ahogy le van nyírva fűnyíróval, és látszik, hogy a szára is olyan jó kis erős fás jellegű lett most már. A dohánypalántákat mutatja Tóth Sándor termelő az ófehértói fóliasátraknál. Ez pedig már a dohányföld a település határában, ahol éppen a Virginiát ültetik. Idén a hűvös tavasz miatt pár hetes csúszásban van ez a munkafolyamat. A kézügyességet igénylő feladatra a szakember szerint egyre nehezebb munkaerőt találni. Ami azonban még jobban aggasztja, az az energiaárak drasztikus emelkedése. A termelő úgy véli, a sokszoros költségeket már nem fogják tudni állami beavatkozás nélkül kifizetni. Ilyen még soha nem volt, hát ha csak hogy szemléltessem. Tavaly például a villamos energiát, azt 20 forintért vettük, most 120 forintért kínálják, de még nem is ez a súlyosabb, hanem a gázenergia, amit tavaly köbméterenként a földgáz 60 forintba került, most per pillanat 500 forintért lehetne lekötni, hogy augusztus elején, július végén, augusztus elején elkezdjük a dohányt betakarítani és szárítani vele. Na most ez biztos, hogy csődbe vinne bennünket, ha ezt a költséget a dohánytermelőnek kéne állni egyedül. Reméljük, ez nem így lesz, hanem reméljük, hogy az állam is besegít, meg a fermentáló, a felvásárló, az elsőleges felvásárló. Az államtól most is kapnak támogatást az ágazati szereplők, ennek ellenére is bajban vannak a termelők. Ha ezt ezen az áron kell ezt a dohányt megszárítani, akkor ez azt jelenti, hogy ugye 1000 köbméter kell egy pajta dohány leszárításához, az 500 forintjával 500.000 forint, kiszedünk belőle 12-15 mázsa dohányt, az megint 600.000 forint, tehát az 600.000, tehát a különbség maradt, az elviszi a villamos energia költsége, úgyhogy tehát addig, akkor mi van addig? Az addig befektetett munkával, akkor azt kifizeti meg. Rendben van, hogy van állami támogatás, most az idén egy ilyen egyéves egyedi támogatást ad az állam a dohánytermelőknek. Ezt, hát kimondom, 1.300.000 forint hektáronként soknak tűnik, de ha megnézzük, hogy ennek a dohánytermesztésnek az egy hektáros költsége, ez 3 millió forintot meghaladja, van akinek még jóval több is, akkor láthatjuk, hogy ez nem fér bele. A termelő ezt nem bírja ki, eznek csőd lesz a vége, ha ezt nekünk kell állni, vagy pedig akkor nem törünk le egy levél dohányt se. A dohánytermesztést érintő nehézségek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hatványozottan jelentkezhetnek. Hazánkban összesen mintegy 3000 hektáron termesztenek dohányt, a termőterületek több mint 80%-a pedig megyénkben található.